Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján! Jól ismerjük a Fidesz választási törvényét. Ha az ellenzék nem egy közös jelöltet, hanem több külön jelöltet indít bárhol az önkormányzati választáson, akkor vereségre van ítélve, mert nem a többség győz, hanem a legtöbb szavazatot kapó jelölt. Éppen ezért a Demokratikus Koalíció mostanra több ellenzéki párttal is átfogó együttműködési megállapodással rendelkezik az önkormányzati választásra, az MSP és a párbeszéd mellett megegyeztünk a Momentummal is. A fővárosi kerületek többségében és a magyar városok tucatjaiban szerte az országban közös jelöltben állapodtunk meg, kivéve Budafok tétényt, ahol az előválasztás jelentette a kompromisszumot, ott az emberek fognak dönteni a jelöltről. Van azonban három olyan város is az országban, ahol nem sikerült megegyezni a közös jelölt személyéről, valamint a Momentum az előválasztástól is elzárkózik. Ez a három város Győr, sziget Miklós és Dunakeszi. A demokratikus koalíció ezért ismét azt kezdeményezi, ezúttal már a nyilvánosságban, hogy a Momentum ne zárkózzon el az előválasztástól, hagyja, hogy az ellenzéki választók döntsenek a közös ellenzéki jelöltek személyéről Győrben, sziget -Szent Miklóson és Dunakeszin. Akinek fontos az igazság, az most kimondja. Dunakeszin, sziget -Szent Miklóson és Győrben is veszíteni fog az ellenzék, ha nem egy közös jelöltet indít. Arra kérjük tehát a Momentumot, hogy ne csak szavakban támogassák az előválasztást, hanem a gyakorlatban is. Tartsák magukat ahhoz, ami számtalan alkalommal elmondtak már a nyilvánosságban, mi szerint előválasztáspártiak. Ne féljenek a választók akaratától, adják az emberek kezébe a döntést, és legyen előválasztás Győrben, sziget Miklóson és Dunakeszin. 2019-ben éppen azért tudtunk Budapesten és egy sor más magyar városban megverni a Fideszt, mert mindenütt közös jelöltet indítottunk. Vagy megegyeztünk a jelölt személyéről a tárgyalóasztalnál, vagy ha ez nem sikerült, akkor az ellenzéki választók döntöttek az előválasztáson. A végeredmény ugyanaz volt. Egy jelölt áll a Fidesz jelöltjével szemben, aki így győzedelmeskedni tudott. Győrben, Dunakeszin és sziget Miklóson azonban valami egészen más fog történni, ha nem lesz előválasztás és közös jelölt. Aki ebben a választási rendszerben külön jelöltet indít, és nem fog össze a többi ellenzéki párttal, az vörös szőnyeget terít a Fidesz jelöltjének győzelme ellé. Ezt nem szabad megengedni, nem történhet meg, hogy három városban már azelőtt veszít az ellenzék, hogy elkezdődne egyáltalán a kampányidőszak. Akinek fontos az igazság, az most kimondja. Dunakeszin, sziget Miklóson és Győrben is veszíteni fog az ellenzék, ha nem egy közös jelöltet indít. Arra kérjük tehát a Momentumot, hogy ne csak szavakban támogassák az előválasztást, hanem a gyakorlatban is. Ne féljenek a választók akaratától, adják az emberek kezébe a döntést, és legyen előválasztás Győrben, sziget -Szent Miklóson és Dunakeszén. Ahogy egyébként számos más helyen lesz előválasztás, például Budafok tétényben, vagy az 5. kerületben. Az előválasztás technikai feltételei tehát adottak, csak a momentumon múlik, hogy már most elveszíti -e az ellenzék Győrt, sziget miklós és Dunakeszét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!